A Beregi keresztszemesről szóló kisfilm lett a Szemmérték című videópályázat győztese. A fiataloknak kiírt felhívás célja a megyei értékek népszerűsítése volt. Az első helyezett Németh József, a vásárosnaményi Lónyai Menyhért technikum tanulója, munkájáért külön díjat is kapott. A második helyen végzett Varga Izabella szintén a Bereg fővárosából érkezett. A második Rákóczi Ferenc gimnázium diákja a Tisza Adonyi kecske sajtról készített rövid klippet. A pályázók közül az egyik legfiatalabb, Masa Vince, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban grafikusnak tanul, kisfilmjét a megyeszékhelyen forgatta. Nyíregyházi botanikus kertről csináltam filmet, és azért ezt választottam, mert kiskoromban is nagyon sokat voltam ezen a helyen, és nekem ez nagyon megmaradt, és gondoltam, ha már ilyen lehetőség van, akkor itt fogok forgatni. A díjátadón elhangzott, a megyei önkormányzat pályázatára a térség számos pontjáról érkeztek kisfilmek, amelyek új arculatot, új lendületet adnak az értékmentő munkához. Az alkotásokat a Megyei Értéktárbizottság tagjai zsűrizték. Egy szempontot mindenképpen kiemeltünk, amit szerettünk volna, hogy hogyan jelenik meg az az adott érték a mai hétköznapjainkban, mert pontosan az a fő motivációnk nekünk is, illetve az a küldetésünk, hogy úgy őrizzük meg az értékeinket az utókor számára, hogy a hétköznapokban is, akár használati tárgyként, akár pedig bármilyen olyan lehetőségként ott legyenek velünk, hogy valóban túl tudják élni az idő vasfogát. A megyei önkormányzat első alkalommal hagyományteremtő céllal hirdette meg a pályázatot. A fiatalok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár gyűjteményéből választhattak témát. A megye szellemi és tárgyi hagyatékainak folyamatosan bővülő listája jelenleg több mint 150 értéket számlál.